Sziasztok, Szolnoki Roland vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Az elmúlt 3-4 év videatonjához képest valóban ez egy szerethetőbb csapat. Egyrészt azért, mert kezdeményezően játszik, a nézők ezt élvezik, én is ide tartozom. Illetve hát valóban most sokkal több magyar kerül be a kezdőcsapatba, stabilan játszik a Gyurcsó, visszakerült a Kovács a csapatba, most a Szolnoki volt ugye a jobb hátvéd. Tehát most sorolhatnám azokat a tehetségeteket, akik eddig mondjuk úgy, hogy perememberek voltak, vagy csak néha jutottak szóhoz. Én is azt gondolom, hogy ez egy követendő út, és szorítok azért, hogy ezt meg is tudja tartani a videót. Mi lehet ez a különbség, amit most Kárió ki tudja hozni Gyurcsóból és Kovácsból, ami bennük van, és korábban Gomesnek ez nem ment? Hát, hogyha játszhatja őket és bízik bennük, és én azt gondolom, hogy van egyfajta kontroll is a mostani edzőn, Burcsa Győző, a sportigazgató. Tehát kell, hogy legyen egyfajta kontroll, szakmai kontroll is a vezetőedzőn, és ez most megvan. És ez az egyensúly azt eredményezheti, hogy ezek a játékosok folyamatosan játszanak, egyre többször tudnak jó teljesítményt nyújtani, és akkor egyenesen arányos az is, hogy fejlődnek. Mi most ugyan a videóton 100%-os 5 meccs után, de 30-at kell játszani, és egy ilyen 4-5 meccses széria a videótont is utolérheti, úgyhogy jól futballoznak, és pekük lesz. Úgyhogy nem zárnám le még ezt a dolgot, valóban tetemes és megérdemelt előnye van most a videótonnak, de én a Győrt és a Debrecent is ide sorolom, hogy képesek utolérni bárkit. Tehát most még, amikor 25 meccs hátra van, itt még van oda-vissza játék egymás ellen is például, tehát ott lehet pontokat faragni, alakulhat egy pekesebb széria például a videóton részére is. Most ez a jelenlegi állapot szerint valóban a videóton a legkiegyensúlyozottabb, de hát azért vegyük figyelembe, hogy a Debrecennek két felé kell figyelni. Tehát gyakorlatilag nem a legjobb csapatával játszik a magyar bajnokikon a Debrecen, majd ha kiegyenesednek, változatlanul azt gondolom, hogy a Debrecen az egyik, ha nem a legerősebb és legjobb játékra képes keret. Fradit mire tartott képesnek, mert azért a Nyíregyháza elleni játéka elég meggyőző volt? Hát ez egy kellemes meglepetés volt számomra is. Ez a fajta felfogás, filozófia eddig azért annyira nem volt jellemző a Dol-féle csapatra. Hihetetlen nyomást helyeztek különösen az első fél időben a vendégekre, hogy nem volt appellát. Tehát biztos volt, hogy ezt a meccset a Fradi ilyen szintű, hogy mondjam, erőszakos futballal be fogja gyűrni. Nem beszélve a Gera góljáról. Mondjuk az, hogy nekem az különösen tetszett, az mondjuk azért is van talán, mert a Gera a kedvenc játékosom ebben a magyar bajnokságban. Szerintem ő egy kivételesen jó futballista. Én nagyon-nagyon kedveltem már régebben is, most, hogy visszajött, ennek például nagyon örülök. És hát ez a gól, ez fantasztikus volt. Az NBA-ben korábban rá nem volt jellemző, hogy ilyen távoli bombákat eresszen, meg Angliába lett ez úgymond az egyik védjegye. Nem feltétlenül, megmondom neked, hogy mi a különbség. Most a Gera nem játszik annyira előre toltal, mint régebben. Egy picit mélyebben van olyan szempontból, hogy visszajön a középpályára is labdákért. Egyébként nagyon helyes, hogy minél többet van játékba, az a jó a Fradinak. És hát ebből adódóan, hogy mélyebben veszi föl a labdákat, ugye más pozíciókból kell kezdeményeznie. És hát a rugó technikája meg volt eddig is, csak inkább a 16-os környékén láttuk őt játékban régebben, mert ugye azért Angliában szélén játszott, tehát nem belül, tehát Angliában megint csak egy más poszton játszott, és hát nem hiszem, hogy Angliából hozta ilyen szempontból ezt magával, ez benne volt eddig is, csak most a pozícióból adódóan, hogy mondjam, távolabbról is próbálkozhat.